Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit az elmélkedésünk harmadik részével, amelynek a témája, és ezt is két részletbe fogjuk átelmélkedni, hit és tudás, isteni kegyelem és szabad akarat, és egy érdekes kérdésnek a megválaszolása, el lehet-e veszíteni az Istenbe vetett hitet. Hitről és tudásról mit tudunk mondani? Istennek a szellemi teremtményei az angyalok és az emberek. És az angyalok és az emberek is szellemi képességgel rendelkeznek, ugye az azt jelenti, hogy van értelmük, és van szabad akaratuk. Ugye régen ezt úgy mondták, hogy értelem és önuralom. Itt van egy nagyon érdekes fogalom, amit úgy nevezünk, hogy az okság elve. Ez azt jelenti, hogy mindennek szükségképpen megvan a maga elégséges oka. Tehát például van egy festmény, az nem lett magától, azt valaki festette. Vagy van egy tárgy, egy gépezet, egy bonyolult gépezet, akár egy űrhajó, azt is valakik nagy munkával, tervezéssel, évek hosszú során összeállították. És ugye ott van, ha most egy nagyot ugrunk, az egész világegyetem, amerről ugye azt szoktuk mondani, hogy véges, de határtalan, nem tudjuk a határait. Nem tudjuk, hogy mi a világegyetemből mennyit ismerünk. És akkor ennek alapján fel kell tételeznünk, hogyha egy egyszerű dologról, a világegyetemnél egy sokkal egyszerűbb dologról biztosan tudjuk állítani azt, hogy nem lett magától, akkor egy ilyen nagy okozatról, ugye így szoktuk mondani, mint a világ, hát arról meg főképp nem lehet azt állítani, hogy magától lett. Na most, mit jelent ez? Ugye a világ nem lehet önmagának az oka. Miért nem lehet az oka? Mert a világban nagyon sok a változás. Az anyag ugye átalakul, megromlik, ha úgy vesszük, nem lehet öröktől fogva. Ugye azt megint nem tudjuk megmondani, hogy mondani szokták, ugye a nagy robbanás előtt, a Big Bang, ugye angolosan szólva, és az angol irodalomban is szereplően, mi volt. Ezt nem tudjuk megmondani, és nem tudjuk azt sem megmondani, és itt már visszatérek arra, természettudományos alapon azt nem tudjuk vizsgálni, hogy mitől indult el a világ. De már az első tized, század, ezre, tízezer másodpercet már meg tudjuk vizsgálni. Ugye itt van egy érdekes dolog, hogy a materializmus, aki ugye vagy a materialisták, akik az anyagi valóságot előbbre helyezik, mint a szellemi valóságot, nem találnak rá okot, és ezért gondolják ők, hogy magában az anyagban van a világ keletkezésének a létesítő oka. De ők is keresik az okokat, mivel azt mondják, hogy nem találunk más okot, ugye ők az Istent nem fogadják el oknak, és ezért mondják, hogy az anyagba rejlik ez az ok. Na most itt van egy érdekes dolog még, és ez is egy logikai dolog, hogy ennek az okság elve, tehát amit mondtunk, hogy mindennek szükségképpen megvan a maga elégséges oka, ezt úgymond bizonyítani se lehet, de tagadni se lehet. Miért nem? Azért, mert nincs egy nála még evidensebb igazság. Tehát egy még nyilvánvalóbb igazság, amelyből
ezt az okság elvét levezethetnénk. A másik dolog pedig, amiért nem lehet tagadni az okság elvét, de nem azért, mert nem szabad tagadni, hanem mert logikailag lehetetlen, az pedig a következő. Ha valamit bizonyítani akarunk, az mindig egy okadás, tehát megokoljuk. Ugye szokták mondani azt is, hogy valakire azt mondják, hogy oktalan. Ugye hát ez egy nem túl jó jelző, ha valakire ezt mondják, de ez tulajdonképpen onnan származik, hogy nem akar okot adni a jelenségeknek, nem gondol utána. Tehát ugye minden bizonyítás az egy okkeresés és egy okadás, tehát ezt az elvet, az okság elvét már feltételezi. Ugye, mert okadás, okkeresés áll a háttérbe. Viszont az okság elvének a tagadását, tehát ha valaki ezt tagadni akarná, ezt az elvet, hogy mindennek szükségképpen megvan a maga elégséges oka, akkor ezt viszont bizonyítani kellene. Viszont a bizonyítás pedig okadáson alapszik, tehát az okság elvének az alkalmazása. Vagyis állítása annak az elvnek, amelyet tagadni akarnánk. Lehet, hogy most ez egy kicsit bonyolultabb, így végighallgatni, de ha ezen végigmegyünk, és ezt átgondoljuk, akkor ez egy nagyon logikus gondolatmenet, és tulajdonképpen a világnak a teremtését teológiai alapokon is ezzel az okság elvével tudjuk igazolni. Na most, miről van itt szó? Ugye azt mondjuk, hogy ugye az Isten az a létteljesség, ezt megint nem tudjuk elképzelni. Tehát azt nem tudjuk elképzelni, hogy mit jelent az, hogy még fogalmainkkal se tudjuk leírni, hogy valami öröktől fogva van. Nem, az nem időkezdet, hogy öröktől fogva van. Ugye azt szoktuk mondani, hogy hát az angyalok is, meg az ember is valamilyen formában végtelen a teremtésük óta. Nyilván ez azt jelenti, hogy teremtmények, de az Isten az nem teremtmény, az a létnek a teljessége. És itt természetesen fölmerül az, hogy hát a létnek miért kell szükségképpen lennie, hát erre azt a választ adhatjuk, hogy a nem lét az tulajdonképpen nem létezik, az legfeljebb a mi gondolatainkba, fogalmainkba létezhet egy ilyen fogalom, hogy nem lét, mert a létnek, mivel tapasztaljuk, hogy vannak dolgok, szükségképpen léteznie kell. És így létteljességnek is léteznie kell, amitől minden kapja a létét. Ugye ez kicsit hasonló ahhoz, mint hogyha azt mondjuk, hogy a naprendszerben minden energia a naptól származik. Most ezt nem természettudományosan akarjuk így fogalmazni, vagy azt mondjuk, hogy ha mondjuk egy szobában világos van, és ugye kint süt a nap, akkor az is a naptól kapja a fényét, vagy tulajdonképpen nappal minden a naptól kapja a fényét. Tehát ez ezt jelenti. Na most az Istennel kapcsolatban, tehát az Isten az ugyanúgy a létnek a forrása, és minden létnek a forrása. És ugye Isten rosszat nem teremtett, azt tudjuk jól, hogy a bűnbeeséssel, tehát az embernek a bűnbeesésével, illetve még azt megelőzően az angyalok bukásával történtek meg azok a rossz állapotok, amit mi rossznak hívunk, az Istentől való elszakítottság, mert az Isten szabad akaratot adott angyalnak, embernek. Hogyan viszonyul egymáshoz az isteni kegyelem és a szabad akarat? Ez megint csak egy nehéz kérdés, és ez megint egy olyan kérdés, amit nem tudunk elképzelni. Annyit tudunk róla mondani, hogy attól, hogy az Isten tudja és látja előre, sőt öröktől fogva a következményeket,
ő még nem előidézője és okozója. Azaz, nem az angyalok, illetve az emberek szabad akarata nélkül dönt az Isten. Az ember szabad akarata az ugye, a cselekedeteit meghatározza, amennyiben szabad akaratú, tehát emberi cselekedet a cselekedet, és az Isten tulajdonképpen mondhatjuk így, hogy együtt dönt az emberrel, tehát az Isten erőszakkal nem nyúl bele az ember szabad akaratába. Néha azt gondoljuk magunkba, hogy milyen jó lenne, ha belenyúlna, mennyi háború, mennyi rossz megelőzhető lenne. Hát ezek ugye a rossznak a misztériumához tartoznak, amit ugyan meg nem értünk, de semmiképpen sem az Isten az okozója, mert Isten csak jót akar, az Isten csak jó, és az Istennek a teremtménye az csak tökéletes. Az valami miatt elromlott, ugye például, hogy a természet is elromlott, ugye az első ember párnak a bűnbe esésével, tudjuk jól a teremtés könyvéből. Itt van még egy nagyon fontos kérdés, és itt meg kell különböztetni a katolikus és a katolikus ellenes, vagy a nem katolikus tanítást. Az a szó, hogy előrerendelés, az egy helyes szó, és nem szabad összekevernünk az eleve elrendeléssel. Az előrerendelés, ez katolikus hittétel, de a fogalmat jól kell értelmezni. Az azt jelenti, hogy az Isten előre tudja, de az ember szabad akaratát belekalkulálva, hogy hogyan fog dönteni, mi lesz a sorsa. És nem mondhatjuk azt, hogy az Isten eleve valakiket, ahogy mondani szoktuk, eleve elvet. Tehát kárhozatra taszít. Az ember szabad akarata nélkül ilyen nincsen. Ugye ez a protestáns tanítás, hogy csinálhat az ember akármit, ha az Isten azt úgy eldöntötte, hogy üdvözül vagy elkárhozik, akkor az úgy marad, és abból nincs kiút, nincs menekvés. Tehát az az elmélet, az eleve elrendelés nem veszi figyelembe az embernek a szabad akaratát. Az előre rendelés viszont figyelembe veszi. Ugye egy példával élve valaki egy megfigyelő toronyban ül, és látja azt, hogy két autó mondjuk a kanyarban közeledik egymáshoz, össze fognak ütközni. Attól, hogy az az ember látja ezt a két autót, hogy rohan egymás felé, még nem oka az összeütközésüknek. Talán ez egy egyszerű példa, de ezt így jól el tudjuk képzelni, persze amennyire ez a kérdés elképzelhető. Ugye a tudás, tehát az Istennek a tudása, az nem jelent kényszerítést. És ugye most, ha ezt a példát nézzük, hogy ha az Isten előre látja az üdvösségemet, vagy a kárhozatomat, ez még nem oka, úgymond az üdvösségemnek, vagy a kárhozatomnak, természetesen a üdvösségemnek olyan értelemben oka, hogy az isteni kegyelem az elengedhetetlen hozzá. És nem azért veszik el valaki, mert az Isten azt előre látja, hanem Isten azért látja előre, mert az úgy fog történni. Ugye ő Júdást se veszélytette el, Júdás a megáltalkodottsága miatt veszett el, és őróla mondta egyedül Jézus, hogy miért is született meg a világra. Senki másról nem mondta. És a jobb latornak a bűnbánatára, ami egy bűntörlő vezetés volt, a keresztre feszítés, megígérte Jézus még aznapra az üdvösségét. Tehát az irgalom az működik. Az nagyon is működik az irgalom, és ezt például Jézusnak is ebből a kereszten való tettéből is jól tudjuk. Tehát a szabad akaratunkat belekalkulálja az Isten, és nem fogja kiiktatni. Ez talán kicsit olyan, megint csak egy hasonlattal élve, hogy például egy tanár tudja azt, hogy évek során az osztályban mondjuk 10% gyerek elsőre megbukik a vizsgán, de nem
Nem azért bukik meg, mert a tanár meg akarja buktatni, csak tudja a statisztikai adatokból, hogy meg fog bukni. Hát mondjuk így, hogy nem oka a megbukásuknak, persze hát nyilván egy szigorúság az megvan benne, de hát ismeri a sok éves átlagot. Tehát egy kicsit ezt is hozzá lehet tenni, mint hasonlatként. És az, hogy ő ezt tudja előre, az nem csorbítja a diákoknak a szabad akaratát, mert ha például egy olyan osztály van, akiből senki nem bukik meg, hát azt nyilván a tanár örömmel fogadná. És ugye érdekes az Istennek a tevékenysége is, és ezt megint Erdős Mátyás atyának az egyik prédikációjából szeretném idézni, hogy az Isten most egy kicsit emberi fogalmakkal, hogy mondani szoktuk, antropomorf fogalmakkal fogalmazva, de hát ezt így jól megértjük, hogy az Isten látja a lehetőségeket, a fiókokat, és elhatározza, hogy melyik fiókot húzza ki, és ha már azt a fiókot kihúzta, akkor már lefut minden, úgymond automatikusan, de természetesen egyáltalán nem független az Istentől, hanem az Isten akarata szerint. Egy másik fontos kérdés is kapcsolódik ehhez, hogyha beszéltünk itt az üdvösségről, hogy hát most akkor jutalomért tesszük-e a jót? Na most ehhez ugye hozzá tartozik az, hogy minden törvénynek akkor van foganatja és értelme, ha van hozzá kapcsolódó, úgy szoktuk hívni, szankció. Tehát van egy következménye. A betartásért járhat jutalom, a be nem tartásáért pedig, hát most mondjuk így jogi kategória szerint, büntetés. Na most, mit jelent ez? Hát ez azt jelenti, hogy az Isten az a parancsaival lehetőséget ad az embernek az élet célja eléréséhez, a végső célja eléréséhez, ugye, hogy a katekizmusnak a kérdésére adjuk meg a választ, hogy mi végre vagyunk a világon. Na most, hogyha a ilyen tettekhez, amivel ezt megérdemeljük, kiérdemelni nem tudjuk, ugye, de megérdemelni tudjuk az üdvösséget, vagy remélhetőleg meg fogjuk tudni érdemelni, akkor az azt jelenti, hogy az üdvösség a legnagyobb jutalom. És ehhez a jutalomhoz kapcsolódik egy büntetés is, olyan értelemben, hogyha valaki saját maga utasítja el ezt az utat, akkor nem az Isten lesz az okozója, hanem ő saját maga lesz az okozója annak, hogy az Istenhez nem juthat el. És tulajdonképpen mindenfajta jutalmazásnak és büntetésnek is a végső célja az ember végső céljának az elérése, tehát az üdvösségnek a megszerzése. És tulajdonképpen jobb a büntetés és a félelem eszközeire is támaszkodni, ahogy Banga Béla írja, mint az erkölcsi harcban teljességgel lemaradni. De nyilvánvalóan az a cél, és arra kell törekedni mindenkinek, hát szabad félnünk az Istentől, ugye, kicsiségünk és esendő mi voltunknak a tudatába, de mindig az elsődleges szempont az Isten iránti szeretetünk legyen, az a motiváció, az a hatékony szeretet, amivel az Istennek az akaratát mindennél előbbre helyezzük az életünkbe, és akkor várományosai lehetünk az isteni ígéretnek.